Mondhatni, mérnöki pontosság szükséges az autóépítéshez, majd a pályán az irányítás nagyfokú precizitást és koncentrációt igényel. Az ötödik fordulójához ért az RC Offroad Magyar Bajnokság, aminek ezúttal Szekszárd adott otthont. A Tolnavármegyei futamon 64-en indultak. A megmérettetésre az ország minden tájáról, például Pécsről, Győrből és Pápáról is érkeztek. A Magyar Bajnokságot úgy kell elképzelni, hogy három időmérő van. Három időmérőből a kettő legjobb időmérő eredmény számít, és ezzel kvalifikálja magát valaki a három döntőbe. Három döntő egymás után egy körülbelül másfél órás különbségekkel fut le. Ezt azért kell megtartani ezt a különbséget, hogy az elektromosok tudjanak tölteni. Egy órát minimum biztosítani kell. A Szekszárdi Egyesület egyébként junior és pro kategóriában is kiemelkedő eredményeket ér el. A magyar bajnokság tabelláját jelenleg Eszenyi András vezeti. Rettentő nagy önszorgalom. Ugye a mai világban már látjuk, hogy a gyerekek számítógép elé ülnek be, tehát nyilvánvalóan itt fizikai jelenlét is kell. Itt vagyunk kint a tűzőnapon, nagyon meleg van, izzadunk, tehát nem feltétlen kellemes, viszont pont ezért az, amit kapunk vissza, a sikerélmény, az sokszor örömbeli is íráshoz vezet. A 2023-as RC Offroad Magyar Bajnokság utolsó, vagyis hatodik fordulóját Győrben rendezik meg.